Belpolitikával folytatjuk a ma estét. Nem indul a baloldali előválasztáson az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom. Szanyi Tibor, a párt miniszterelnök jelöltje arról beszélt, demokrata ellenzéki nem vehet részt a hatpárti diktatúra előválasztásán. A politikus hozzátette, nem kötnek alkut és szövetséget pillanatnyi előnyökért. Huszti Andreát, a párt elnökét, Mészáros Kata és Németi Noémi kérdezi a következő percekben. Jó estét kívánok, és köszönjük tehát Huszti Andreát, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom elnökét. Jó estét kívánok. Jó, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Tegnap tartottak egy sajtótájékoztatót, bemutatták legújabb képviselőjelöltjüket, Szőlősi Istvánét, aki az Iszon Budapest 3-os számú választókerületében fog indulni. És ha már Szanyi Tibort említette kolléganőm is, ugye úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, hogy nem vesznek részt az előválasztásnak nevezett náci liberális kapitalizmust akaró mutyi bohózatban. Mitől gondolják mutyi bohózatnak ezt a folyamatot? Mi ugye tavaly nyáron azt gondoltuk, hogy az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom is részt kíván venni az előválasztásba. Én magam többször mondtam, hogy ezt a demokrácia ünnepének tekintjük. Ez ugye már a borsodi időközi választás kapcsán sem jött össze, hogy ott legyen egy előválasztás. Akkor is egy jobboldali jelöltet indítottak ugye összefogásban ezek a pártok. És hát szerintem ezek a pártok jobboldali és liberális pártok, tehát baloldalinak semmiképpen nem tekinthetők. Ugye egyrészt nem is program alapú ez az előválasztás, tehát mi ezért sem indulunk, mert nekünk van egy markáns baloldali programunk, most már ez tavaly október óta ugye hozzáférhető a honlapunkon. És azért gondoljuk bohózatnak, mert azt látjuk, hogy nem a választókra bízzák annak a kiválasztását, hogy ki a legjobb jelölt helyben, hanem ugye ezeket is lemutyiztek, és ugyanott tartunk, hogy a szivarfüstös hátsó szobákban tárgyalnak le dolgokat, visszalépegetnek egymás javára, stb. Le van osztva gyakorlatilag, hogy ki hol induljon, ki kinek a javára lépjen vissza. Én azt gondolom, hogy ez így abszolút nem a demokrácia ünnepe, hogyha a választók nem dönthetik azt el, hogy ki a legalkalmasabb jelölt helyben. Kik azok, akik önök szerint dominálhatják ezt a folyamatot? Ugye most arról beszélt, hogy nem egyenlőek az erőviszonyok. Hát nyilván azért az látszik, hogy itt nagyban a DK próbál mindent ledominálni, de ez számunkra lényegtelen, hogy ki dominál. Nálunk ez az oka annak, hogy nem megyünk, hogy nem a programok versenye ez, és megint csak egy lemutyizott háttéralkú. Másrészt meg ugye, ahogy Szanyi Tibor is mondta, ők kapitalisták, mi kapitalizmus ellenesek vagyunk. Mi ugye januárban címet is adtunk ennek a programunknak, ami az Igen Szocializmus, és ezért nekünk teljesen mindegy, hogy ki dominál, vagy ki nem. Mi a saját magunk üzeneteit mondjuk. Most volt egy országjárásunk, ugye, ami szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Én most már 10 éve szervezek kitelepüléseket, voltam országos koordinátor a népszavazási kezdeményezésnek, tehát rengeteg kitelepülésen voltam, de amit most tapasztaltam, olyat az elmúlt 10 évben még nem. Tehát nincs kérdés az emberek fejében, meg akarnak élni a fizetésükből, tisztességes fizetést akarnak, és ami számomra nagyon nagy öröm volt, hogy aki aláírta a 250 000 forintos nettó minimálbérért folytatott aláírásgyűjtésünket, az szinte harcosként tekintett önmagára, hogy akkor ő most ebben a folyamatban tett le valamit ahhoz, hogy elérje azt, vagy együtt elérjük azt, hogy itt meg tudjanak élni tisztességesen az emberek, mert amit vidéken lehet tapasztalni, az borzalom, ott teljesen magukra vannak hagyva az emberek, de nem csak a kis emberek, a gazdák is, mindenki. Sokat hangsúlyoznak a 250 000 forintos minimálbért, aztán majd visszatérünk még a tegnapi sajtótájékoztatóra, mert nem véletlenül azzal kezdtük. Ja, a kormány nyár elején azonban egy 200 000 forintos minimum jövedelmet hirdetett a jövő év elejére. Felmerül a kérdés, hogy mekkora, mennyi differencia lehet a 250 000 forint és a 200 000 forint között? Tehát van-e akkora differencia, hogy ezzel átcsábítsanak baloldali szavazókat, akár a Fidesztől, vagy egyébként? Gondolom, ezt mérlegelték. Igen, és azt látjuk, hogy van differencia. Egyrészt ez az 50 000 a miniszterelnök forint, által
úgymond belengetett 200.000 forintos minimálbérről, azt sem tudjuk még egyelőre, hogy nettó vagy bruttó, mi konkrétan nettó 250.000 forintot mondunk, mert annyiból lehet ma Magyarországon megélni. Ez jelen pillanatban ugye most 111.000 forint nettó a minimálbér, és kell a 250.000 forint, ennyi szükséges ahhoz, hogy meg tudjanak élni tisztességesen az emberek, el tudjanak menni esetleg két hétre nyaralni Magyarországra, tehát hogy még nem is másról beszélünk, de muszáj, hogy ezek a munkások, bérből és fizetésből élők tudjanak rekreálódni, mert egyszerűen belefásulnak a mindennapokba, és csak azt a harcot vívják, hogy meg tudjanak élni hónapról hónapra. Visszatérve csak egy kérdés erejéig az előző témára, probléma egyébként ebben a hat párti együttműködésben például a DK jelenléte, ugye ezzel a párttal éppen az európai minimálbér kapcsán volt egy szóváltás a Szanyi Tibornak és Dobrev Klárának, aki ezzel kampányolt. Én elmondtam az előbb azt, hogy nekünk nem ezekkel a pártokkal vagy személyekkel van problémánk, hanem a neoliberális kapitalista ideológiával van problémánk, ezért, hogyha mi elindulnánk az előválasztáson, akkor az olyan lenne, mintha egy almát meg egy körtét hasonlítanának össze. Mi szocializmust akarunk egyértelműen, mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az egyetlen országgyűlési ambíciókkal rendelkező baloldali párt ma Magyarországon, ami tényleg egy igazán vegytiszta baloldali párt. Ezt az országgyűlési ambíciót úgy érti, hogy reálisnak tartja azt, hogy a parlamenti küszöb az meg lehet? Igen, abszolút reálisnak tartom. Erről most már mérések is vannak, és még ugyan a párt támogatottsága van konkrétan, ez még nem jött ki, reméljük, hogy most már minél hamarabb föl fogunk kerülni arra a bizonyos nagy palettára, de az üzeneteinket, hogy az nagy támogatottságot élvez, kettő mérés volt az idén ezzel kapcsolatban, közvéleménykutatás, az egyiket a Nézőpont végezte, a másikat pedig a Publikus Intézet, és mind a kettőnél az jött ki, hogy a válaszadók nagy többsége élne ma inkább egy modernkori szocializmusban, amitről ugye mi beszélünk, mint a mai magyar kapitalizmusban. Ez ön szerint, bocsánat, azokra is érvényes, akik mondjuk a Jobbik jelenléte miatt ábrándulnak ki a baloldali összefogásból? Már hogy tehát, hogy számítanak-e azokra a szavazókra, akik esetleg a Jobbik jelenlétemére? Mindenkire számítunk, aki elvesztette az elmúlt 30 évben a baloldali alternatívát, amit keresett, és szerintem ez biztos, hogy van ebben az országban 5%. Én azt gondolom, hogy a bizonytalanokból is nagyon sokakat meg fogunk tudni szólítani. Rövid választ szeretnék kérni, amennyiben elérik az 5%-os parlamenti küszöböt, és ott lesznek, be is tudják váltani rögtön azokat az ígéreteket, amelyekről most is beszéltünk, akár csak visszatérve a 250.000 forintos minimálbérre? Tehát ezt most ki tudják jelenteni, tudják garantálni? Nyilvánvalóan azon leszünk, ezért fogunk harcolni, és matematikailag alakulhat ki olyan helyzet, hogy akár lehetünk mi a mérlegnyelve abban, hogy ezt ki tudjuk harcolni. Többször említette a szocializmust ennek a gondolatnak, hiszen ezt a programot szeretnék megvalósítani. Milyen támogatottsága van Magyarországon, és milyen kicsengése? Tehát ezzel kampányolnak, sokak szerint ennek rossz üzenete van. Igen. Ezt januárban nagyon sokszor hallgattam végig több embertől, hogy ennek rossz üzenete lesz, de mint mondtam az előbb, a két mérés is, közvéleménykutatás is azt mutatja, hogy nem, mert mondom, konkrétan a Publikusnál 40% volt az, aki válaszolta azt, hogy inkább élne egy modernkori szocializmusban, mint a mai magyar kapitalizmusban, mert azért azt lássuk be, hogy ez a magyar kapitalizmus, ez valami nagyon különleges vadkapitalizmus, tehát az a kizsákmányolás, ami itt folyik ebben az országban, az elképesztő méreteket öltött már. Akkor is van erre igény, hogyha Kádár János nevével, tervével kapcsoljuk össze, ugye szeptember 11-én tartják meg a munkás büszkeség napját, a melós Pride-ot, ahogy Szanyi Tibor fogalmazott. Kádár János finoman szólva is egy megosztó személyiség, megosztó történelmi személyiség, ha csak az 56-os megtorlásokra és az utána a való helyzetre gondolunk. Tehát ezzel kapcsolatban is már gondolom kaptak visszajelzéseket. Valóban jó ötlet ez?
Én azt mondanám most, mint amit akkor mondtam a szocializmusra, hogy igen, én ezt nagyon jó ötletnek tartom, sőt, mi több, én vagyok ennek a névadója, ennek a tervnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez még plusz hívó szó lesz. Most 2021. augusztusában vagyunk a kampány előtt. Hogy áll az ISZOM az egyéni jelöltek állításával? Megvan-e a 106? Nincs, még meg a 106, 57 jelöltünk van most, de még mindig folynak tárgyalások emberekkel, mert a Székely Sándor országgyűlési képviselőnk országjárása alatt igen sok emberrel, támogatókkal megismerkedtünk, és innen is jönnek jelöltek. Én most voltam a napokban Békés megyében, Csongrád megyében, és folyamatosan jönnek a jelöltek. A 106-ra gyúrunk, ahogy szoktuk mondani, de a 71 biztosan meg lesz. Tehát a listaállításhoz szükséges 71 biztos, hogy meg lesz február, tehát hogy januárig. Következő nagy mérföldkövet szeptember 11-e jelentheti, azt gondolom mondhatjuk ezt, hiszen a fő programpontokat ott jelentik be. A Kádár tervnél maradva, elméleti vagy gyakorlati lépésekkel is jár ez? Elméleti és gyakorlati lépésekkel. Most én itt csak annyit mondanék a Kádár tervről, hogy nagyon összefoglalóan a magyar népszociális felemelkedését fogja szolgálni ez a terv. Ezen belül, tehát itt a gyakorlati lépésekre gondolok inkább, mert ez az elméleti része, de hogyha példát tudnál erre mondani most. Nem szeretnék most még példát mondani, ezt szeptember 11-én fogjuk kihirdetni az egész Kádár János tervet. Akkor szeptember 11-e után folytatjuk. Huszti Andrea volt a vendégünk, köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm.